Volt egy kicsi kakasom. Elvitte a róka. Lost my seat again. Well, I'll go, pushing in the pen. Well, I know, we're gonna go back in. We're gonna go. Nagyon kellemes szép estét kívánok a kedves tévénézőknek itt az ARTV-nél. Alfa Amura Racing Liga VTCC negyedik futam, a minden igaz ilyen negyedik. Operatőr kollégám nevében is mindenkit üdvözlök, Bencsik Imre. Ő, én pedig Zsebe József vagyok. Még mindig. Minden második héten vasárnap. És hát elérkezett egy újabb futam napja a Hungaroringi pályán. Unez Eme ligájában kíváncsian várjuk a fejleményeket. Az előzetes tesztek alapján Ender Martin, aki hát eléggé úgy néz ki, hogy agyonveri a mezőnyt, és
Most már, mint tudjuk, egészkor kezdődik az időmérő edzés. És már Andris hirdette a chatstopot. Kezdődik a Q1. 15 perc. Vagy patch stop, ahogy itt így mondja. Kebei jön ki először a boxból. Harmadik pozícióban. Igen. Na, kíváncsi leszek majd, hogy Ender Martin milyen időt futni. Tud majd futni. Az utolsó pillanatokban tudott például csak Fáj Andris is javítani. Mert nem ment neki. Az operatőr korékkal, tehát akkor bemondom. De én bátor vagyok, bemondom. Tehát az operatőr kolléga segített Muneznak setupot csinálni. Szia Munez, szeretünk! Igen. De legalább gyorsult vele. Én is bevallom, én is tudok setet csinálni, no. Vezetni se, na mindegy. És hát akkor a harmadik helyen Gebei fogja elkezdeni majd az időmérő edzést. Ezzel a narancsárga fekete Alfa Amuréval. Próbálom halkan fújni közben az orrom, hogy csak közben levegőt is kapjak. Hungaroring mindenki kedvenc pályája, aki magyar, valószínűleg. Én speciál nem szeretem. Magyar vagyok, akkor se szeretem. Nem jön be. Jó, de nem úgy mondom. Szeretem, de nem tudok rajta normálisan menni. Valamazok inkább. Na, kedves Gebei, fordulj be azzal az Alfával. És kezd meg a gyors körödet. km/h volt a túlsebessége. Hát már ilyen részinformációkat is tudok mondani. De király vagyok. Szépen tudta bemenni az egyenes utáni első kanyart. Itt most itt lecsúszik az Alfával. Jön föl az Alézihez. Alézi kanyar? Nem is Alézi. De milyen kanyarnak hívják ezt? Atya úristen, Menszel. Menszel, igen, elnézést, Menszel kanyar. 38-6-39 volt az első szektora. Szépen átvágta. Igen. Tempója visszaesett. Elég keményen. Ajj, széles! Ez is lassú. Alul kormányzott az Alfa. 40,4. Ez is nagyon szűk. Ez is széles, a kettesbe 100, ez nagyon nem jó, Joker. 1.55, 2.89. Ender Martin már közben jön mögötte. És 18.7 a második szektor 340 ezredre a hetedik helyen. Mert vezeti a hotlapot. Közben szűke vette át a vezetést egy Alfa Chevyvel.
Ender már közben csak a 12-dik, de most fordul rá a célegyenesre. Tőkétől 4 tizeddel volt gyorsabb a második szektorban. 54, 5, 7 tized. Ez nagyon szép. Közben Gebei, még Ender Martintól is gyorsabb volt az első szektorban, 13 ezreddel magától, 131 ezreddel Endertől. Nem rontott el a sikánt se. Ez a kanyar is, hát még jó éppen, hogy... Hát... Második szektorban is javít, de Endertől lassabb. Megint lecsúszik itt a célegyenesbe, ez nem jó. Ötvenötös idő lesz ez is. Nem. 54-8, 3-10. Pincés közben följött a második helyre. Közben keresik meg akkor Fájit, aki csak a 9. Most kezdte meg a gyorskörét. Az agyon súlyozott sebivel, ahogy ő fogalmazott. Kettő tízre hátránya az első sektorról, szektorról majdnem már. Úgy széles! 294 ezeret pontosan. A 12. helyig kell magát küzdenie, hogy beférjen Q2-be. És igen, itt mondja közben Imre, hogy nem jó a váltó, érdekes a váltója. A 299 ezreddel gyorsabb spéret magától. Az egyes is túl rövid, jegyezném meg. Igen, igen, nem kéne az egyes használnia, ez így van. Ez a kanyar is harmadikos kanyar amúgy tipikusan. 54, 55-0 főn az 5. helyre. Nézzünk szét egy kicsit a hátsó szekcióban. Mondjuk Vas fog gyorskörre eljönni. Ha minden igaz, egy BMW-vel a 15. helyen. Hátsó kerekes ma még úgysem láttunk. Egy 4.58 a legjobb kör eddig. Na, ezt a kanyart így kell szépen másodikba bevenni. Kicsit megcsúszik alatta az az autó, nem is kicsit. Oda a jó kigyorsítás. Három tized a hátránya, de magához képest... Mit fogott meg? Magához képest javított. 41 ezredet. Kicsit széles lett a kijárat.
Kicsit nagyon szép, itt is elmegy keresztbe a BMW. Valami diffizár nem jó van azon az autón beállítva. Vagy túl nagy motorfék, igen. Igen, ez is igaz. Áj, 6/10 már magához képest, ez kuka. Mi van gyors köröm most? Első helyen Ender, amúgy, csak egy picit, hogy odapirítson. Első szektorban 153 ezeret ad saját magának. Nézzük, hogy mit tud jönni a második szektorba. Jó kör lesz. Áj, 78 ezered. Maradt még belőle. Előre az a szép neonzöld. Hát már nem fog utolérni, tehát nem tartja föl. De első kettő szoros az a 11 ezeredes különbség Pintér és Ember között. Ön is bent a boxba. Folytatja ezt a kört. Harmadik helyen viszont Gebei. Újabb gyors körön. Vel gyorsabb az első szektor Endernél. Endernek az első szektora verhető. Megvezette, mint Bözsi néni a 380-at. Nézzük a második szektort, ott a sikámban, ott hagyott egy 2/10 szerintem. Ő többet is. Nem. 1000-re van Endertől. Mi lett volna, hogyha nem rontja el a sikánt? Akkor ez kőkeményen egy, szerintem egy tized, ott még mínuszba lenne. Jön a kritikus pontnál ez a célegyenes elfordító fék, ez meg öcsém 210. Nem jó, megint vesztett. Így is a harmadik, 262 000, sokat bukott a célegyenes elfordítóba. De kapcsoljunk csak a negyedik pozícióba, Gebei. Az első szektorban 2.32 ütött Endernek a Citroennel. Molnár. ezred a hátránya. Nem sok. Kár érte. Már mondjuk egy kigyorsítás, ott talán hogy széles. És sok. Maradt a negyedik helyen. Sokat kapott a végén, ez a két elfékezés sokba került. Közben Bagi a hetedik pozícióban a BMW-vel az első szektorban 69 000-re van Endertől. Áj, nem jó sikán. Második szektort. A 7/10 sok ennek off ennek a körnek. Nézzünk egy kieső helyest, akkor mondom még épp a 13. pozícióban Böröndit, akinek egy pozíciót kéne ahhoz javítani, hogy feljöjjön.
továbbjutók közé a 12. pozícióban minimum. Ez a fél perc van hátra már csak az időmérő edzés első részéből. Nem is fejezi be Böröndi, bejön a boxba. Nemes, ő sem tud javítani, de most jött el körre Nemes a 14. pozícióban, Fájnak a csapattársa. Fáj biztos továbbjutó, Ender már nem jön ki, Pintér se fog kijönni. Fáj se fog kijönni. Nemes 269 ezredre van Endertől, 269 ezredre van igen Endertől az első szektorban, 28 ezredet javít magához képest. 3 tizet kell neki, minimum, 4 inkább, tovább jusson. Nyolc tized, 1,1 kap saját magától. Á, ezt el is fékezi. A körnek is vége. Nincs is más már gyors körön, ha jól látom. Talán a 9. pozícióban. Á, nagy is elfékezi. Ötvenhárom, 54, 55, nem jó Ender, 14. kieső. Fáj Antal autót cserélt. Hogy eddig is ezzel ment. Ezzel ment, akkor elég szelektív a memóriám. Tordás is befutott. Hát ez volt a Q1. Ender nyert, Pincé és a második Gebei, a harmadik Molnár, a negyedik Fáj, az ötödik Szőke, a hatodik Nagy, a hetedik Bagi, a nyolcadik Stafinski, a kilencedik Szarevics, a tizedik 11. Halász, 12. Zsédei. Őt jutott tovább a Q2-be. 13 Böröndi, 14 Nemes, 15 Vas, 16 Fáj Antal, 17 Csordás, 18 Vas Gábor. Nekünk pedig nincsen futott időnk. Ez volt a Q1, és akkor pillanatokon belül érkezik a Q2. Ami azt illeti, hogy vannak súlybüntetések is, akik futnak súlyokkal az első pár közül. 1215 kg van Fájnak, 1150 Molnárnak, Vasnak 1195, bocsánat, 1120, 1195 van Vasnak, 1185 van Homonnainak, 1120 Stafinski, Gebei Roland, 1190. Ők az eleje, az élmezőny. Gebei, 1135 Fűrjész, 1090 Pincés Ádám és 1125 Nemes Zsolt. Kedves Imre, mit jelenten az a FLAV formula? Mert én ezt nem tudom hova berakni. Ja, értem. Tehát kell egy kötelezően levezető kört kell futnia a játékosnak, értem. És akkor Ender, nem is Ender van elől. Nem tudom. Azt mondja, hogy Molnár a negyedik helyen. Ő az első pályázó. Tudom, 6 fokos aszfalt hőmérsékleten futnak köröket a srácok. Napsütése száraz időben. Aha. Trek. 26 Celsius fok. Nekem azt írja itt a Dinhud.
mozgó sikánként beállok keresztbe az utolsó kanyarba, ki tud úgy a leggyorsabb kört megfutni. Né, és akkor nézzük Molnárt. Kicsit elfékezi az első kanyart. Lecsúszik. 219.8 végsebessége. Hatos első szektor, az nem rossz, de ez most széles. És egy kicsit elrontja a sikánt. Mögött a harmadik helyen jön Gebei, ő neki egy pár ezereddel jobb volt, pár századdal jobb volt az első szektora. Elveszi Molnár? Ez nagyon jó. Szeretném tudni, hogy miért vett el Molnár ezt a kört, nem volt az annyira rossz. Pikáma volt egy kisebb iránya. ...54.7 Gebei. Molnár, Ender Martin a 7. helyen, lassabb 130... 5000-eddel fájítól. Igen, fáj 54.6. Majd a bankszámlát add meg neki, hogy hova utalja azt a te pálya pénz. Azé. Pincés 54.2. Hol van Ender Martin az 5. pozícióban? Így van, nézzük Endert, eljött egy újabb gyorskörre, 5. helyen. Első szektor. Javít, 75.000 a hátrány csak. Neki az első szektora nem volt a célos, a Q1-be sem. A második szektor felé, második szektor vége felé. Mi van Pincés? Mi van Enderrel? Pincéstől 4/10 kap. Nagyon sok az a 4/10 a középső szektorban. ...51, 52, 53, 54... Oh, 7/10, ez rengeteg. Nézzük csak Gebeit. Nem jó. Oké. Okay. Harmadik helyen van. Ez itt Mansz után elfékezés, a sikánt is elfékezi, ezért voltam egy kicsit úgy
elgondolkozóba, hogy ide kapcsoljunk-e. Molnár Alex a 7. pozícióban. Áj, de széles. 8-10, az nagyon sok. Ender újabb körön, 5. helyen. Meg lennék lepődve, hogyha nem tudná magát kvalifikálni az első sorba. Nagyon úgy néz ki, hogy igazad van, Imi, és nem tudja magát, fél másodperc. Kilenc is nem. Az 5. Tessék, mit mondasz, Imi? Nem tudom, lehet. Molnár is kivezetőn van. Na, Stafinski a 8. pozícióban. Molnár bukott egyet ott a háttérben. Sikány viszonylag jó lett. A hátránya az Tetemesver 328 ezred. Nyolcadik pozícióba, kedves Imre. Tizenkilenc-3. 21 ezred magához képest. 792 pincéstől. Be is jön, nem fejezi be. Pincés van kint az első helyen, körön, Ádám a 7-10 második első szektorban, sok. Hát fáj lett a második. Meglepi. Meglepő ez a fáj második hely. Panaszkodott még délután nagyon. Na, hát akkor vége az időben edzésnek. Pincés nyert, fáj a második, Gebei a harmadik, Szőke a negyedik, Ender az 5., Bagi a 6., Molnár a 7., Stafinski a 8., Szalavics a 9., Nagy Tamás a 10., Halász a 11., Zsédő a 12. Egy kis szünet, egy kis reklám, és hamarosan jövünk a futammal. Maradjatok meg! Volt egy kicsi kakasom, elvitte a róka. Lost my seat again. Well, go, I'll go. Pushing in the pen. Well, I know we're gonna go back in. We're gonna go, go, go. Bum, 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 bum.
szárnya. At 18,000 revolutions per minute, this isn't music. This is the scream of science. Vissza is tértünk. Közben pont rosszkor kezdtem el enni. Elnézést kérek, és kezdődik a futam. Hamarosan elnek fel a srácok a rajtrácsok.
és már el is rajtoltak, akarom mondani, elindultak a felvezető körre. És fáj indul az első helyről, ugyanis ez mit megfulladok. Ugyanis vágás történt. Gyors köröm. Így hátra lett sorolva. Kiindul a box utcából. Nemes. Elnézés. Meg fogok hulladni. Köszi, kedves Imi. Azért túlzásokban elsünk. Mármint a jó ember. Értettem. Ja, hogy ja, értem, értem. Kedvesség. Árad belőled. És igen, pincés volt, aki vágott a gyors körém, azt hiszem. Ő ezért indul a 8. helyről. És hát így fájnak az ölébe pottyanta. Jól megérdemelt pole pozíció. De mint tudjuk, pályán is nem nagyon tud rajtolni. Volt már rá pár példa, hogy hát fogalmazzunk finoman, elrintotta a rajtot. Keményen elrintotta a rajtot. 2-3 helyeket esett vissza. Körbejártak a srácok. Pillanatokon belül kezdődik az első futam. Amely 10 körből fog állni. Nem cáfolt Andris, nem cáfolt Fáj Andris, ugyanis egész jól kapta el a rajtot. Hátul Bagi Norbi érkezik a BMW-vel elég nagy lendülettel. És nincs baleset a rajtnál. Nagyon jó. Gebé az első, Fáj a második, Bagi a harmadik. Ender a negyedik, Molnár az ötödik. Hátsó kerék itt nagyon nagyot hozott megint Baginak. Jobb a kigyorsítás itt a negyedik hely rendernek, mint Baginak a BMW-vel. Ó, Molnár egy kicsit meglöki Endert. Most Ender beteszi Bagi mellé, és itt meg fogja tudni talán előzni, de így nem. Jön a jobbos. Ó, Molnár! Megint meglöki Endert. Így, hogy elveszett a tempójából Ender, Stafinski is jön fölre. Fáj és Gebei egy picit meglógtak, Bagi föltartja Molnárékat keményen. Most talán lesz ideje, hogy lehetőség előzni Molnár Alexnak. Kívülről, megcsinálj kívülről? Nem, az ott megy a levesbe. És így visszaelőzi őt, Ender jobb a kigyorsítása.
szűkebben tud fordulni. Okosan csinálta Molnár amúgy. Bent tartotta a Citroent. Nem boldogulnak eddig Bagival. Rincs egy előzés barát pálya. Nézzünk szét hátrébb. Hátul is vonatoznak a srácok. De most 18. helyen magányosan körözget. Májék már elléptek egy 2 másodpercre. Köttünk haladóktól. Szalavics közben a sódrágyban van. Meglátogatta hátra, találott valamit. Felgyorsult. Pincés nem tudott javítani, csak a 8., tehát 9. Nem tudják megőrizni Bagit Molnárék. Molnár elrögyi a C4-est. Ezt sem tudja Ender kihasználni. Marad a 5. pozícióban. Na most Molnár talán a sikán előtt. Nem. Magi okosan csinálja, szépen tartja őket. És Ender nagyon jön! Meg is neki Molnárt. Közben mögöttük szűk és nagy is gyúrja egymást, pincéssel karöltve. Szalavics égő lámpával közlekedik az autóval. Pincés már tolja le a saját csapattársát pályáról. És most kigyorsításból meg lehetne fogni a BMW-t? Bizonyám, elfékezte Bagi, és így nem megy mellette Molnár. Wow! Az kocolt. Molnár mehet Fájék után. El is lépett már Bagitól. 0,5 másodpercre, 6 tizedre.
Na nézzük, hogy Ender meg tudja most már előzni Magit, mert nagyon ott van mögött, és itt van, és beteszi, és ó, hát, kedves Imre, szerinted ez? Igen. Igen. Bagitot még az, hogy Bagi mellé betette, az még belefér, de hogy Molnárt is meg akarta előzni, az már, hogy sok lett, még rárúgotta, hogy szerintem a gázra, nem tudom. Hát saját hibája, versenybaleset, szerintem. Ezzel visszaesett a 11. helyre. Negyedik körben járunk. Töretlenül vezet Gebei, második Fáji, harmadik Molnár, és Molnár nem nagyon tud közeledni Fájiékra, már 3,7 másodperc a hátránya. Fog így föllélegezhet Stafinski, egy kicsit le van maradva mögötte. Ő mögött jön Szőke és Nagy. Pincé is követi Nagyot. Nemes még mindig hátul egymagában a 18. pozícióban. Itt, hogyha Fáj egy kicsit hozott volna Gebein, nem sokat. Molnár elfékezi a utolsó előtti kanyart. Ezzel egy kicsit magára húzza Bagit. Kilenc, tíz, 11. helyen csata van. Ender, Bröndész, Szalavics. Na, ha ezt megcsinálja Ender, akkor szép. Nem lehet jó az a kigyorsítás. Itt nem tud alá fordulni, Böröndi szépen védte az évét. Böröndinek rossz a kigyorsítás, jöhet Ender, hát ott kívülről hát ez nem volt szép. Böröndítől, a Skogriga kiterelte a fűre. Nekem itt csipog a Facebookon folyamatosan, ez volt a reklámhelye, köszönjük. Áj, Böröndi még most is nagyon rángatja azt az autót. Ó, és Böröndi alatt megint elmegy a Volvo. Most meg lehet neki. Endernek. Böröndi, és alá tud fordulni, jobb a kigyorsítás, úgy néz ki. Bizonyám, hogy jobb? Hát, Böröndi egy kicsit. Megint meglöki Endert Böröndi. Hát, nem szép. Ő húzza a rövidebbet, mert így halász is el fog mellette menni kigyorsításon. Ó, hát így nem. Erre annyit tudok mondani, hogy elnye-belnye Böröndi. Nem volt szép. Ender most már mehet Szalavics után.
próbálhatja őt megelőzni, hogy följön a 9. helyre. A 6. körben járunk. Ó, Ende! Böröndi mit csinál Enderrel már megint? Megint meglöki! Még Böröndi villog, az kemény! Én ezt most nem értettem, hogy Böröndi miért villogott, szerinted mire? Fogalmam sincs! Belakadt a kez a gomba, szerinted? De és most ott van mellett a halász külső ívről. Most talán Ender beteszi Ender Szalavics mellé a 10. helyen. Most jobb lehet a kigyorsítása, jobban tud jönni, ott kéne bent tartani neki. Most talán meg lehet, miért kívül? Ó, hogy kívülről megelőzi, az ugyanezt eljátsza, mint az előbb, és ugyanazt eljátsza, mint az előbb. Gyorsításra játszik. Most ez nem jött be annyira. Nem, ó! Szépen zárta ott Szalavics. Hát elől a helyzet. Változatlan. Gebei vezet, Fáj a második, Molnár a harmadik, Bagi a negyedik, Szőke az ötödik, Stafinski a hatodik, Pincés a hetedik, Nagy a nyolcadik, Szalavics ugyebár a kilencedik és Ender a tizedik, 11. Halász, aki már lerázta magáról Böröndit, aki hát küzdködik az autóval. Nem tudja megelőzni Szalavicsot Ender, még van 3,5 köre. Nézzük el, de nem. Azt nem lehet. Nem boldogul Ender. Nagyon nem boldogul Ender. Most jobb a kigyorsítása viszont, mint Szalavicsnak. Most nem kifelé, hanem befelé, ott még lett volna hely. Szalavics elfékezi, ez lehet a szerencséje Endernek talán, megmozdult alatta az Alfa. Ugyanaz a helyzet, mint az előző körben. És Szalavics megint jól zárja azt a belsővet, nem engedi, hogy betegye oda Ender a teátot. Hátrém sincsen semmi esemény, itt ők hárman szolgáltatják a halandos köröket, érdekességeket.
Szalavics elrontja kigyorsítást itt. Oh, Szalavics, hagyjon vissza a pályára! Most meg lesz Endernek. Most már meg lesz Endernek, így van. Nem volt szép, hogy Szalavics is visszajött. Ez se szép. Jó a kigyorsítás Endernek, és itt most már meg lehet neki. Így van. Már elé került, Szalavics viszont most már figyelhet. Alászra is egy kör van hátra. Szépen húzza be felé Ender a Seatot. Szalavics elfékezi, ott nem lehet megállni, és ó, halász! Halász! Lespuskásként bejött Ender mellé. Szalavics! Ó, az bátor féktáv volt most megint. Hogy befutó kör, de tehetszik elszórakozzak egymással. Nézzük a befutót. Gebei megnyeri az első futamot, eddig úgy néz ki. Pályi jön mögött a második helyem. Végig szépen visszajött Fáji Gebeire. A Gebei megnyeri, Fáji a második. Volnár befut a harmadik helyen pillanatokon belül. Negyedik Bagi, ötödik Szőke, hatodik Pincés, hetedik Stafinski, nyolcadik Nagy. Kilencedik Ender. Végére csak lerázta magáról Szalavicsot. 10. Szalavics, 11. Halász, 12. Böröndi, 13. Csordás, 14. Fáji Antal, 15. Vas, 16. Vas, Gábor, Vas István és Vas Gábor, 15. 16. 17. Nemes. Ő lesz az utolsó befutó. Őt is leintik, na egy pár perc reklám is érkezünk a harmadik, akarom mondani második futammal. Maradjatok velünk!
Volt egy kicsi kakasom, elvitte a róka. Lost my city in the wind. Well, go, I'll go, pushing in the pen. Well, I know, we're gonna go back in. We're gonna go, go, go. Bum, 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 bum. Dun-dun, 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 dun-dun. Bum, 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 bum. Dun-dun, dun-dun, dun-dun. Dun-dun.
Reality. Vissza is jöttünk a második futammal. Át fog váltani pillanatokon belül a szerver. Van a srácoknak 30 kerek másodpercig, hogy feleljenek a rajtrácsra. És ami azt illeti, Böröndi lesz az első halász, a második Szalavics, a harmadik Ender Martin, a negyedik Nagy az ötödik, Stafinski a hatodik, Pincés a hetedik, Szőke a nyolcadik, Bagi a kilencedik, Molnár a tizedik, Fáj a tizenegyedik, Gebely a tizenkettedik, Csordás a tizenharmadik, Fájantal 14, Pas István 15, 16, Vas Gábor, Nemes 17 és Zsédei 18. helyen van. Nemes Zsolt most már nem a boxból rajtol. Elindultak a felvezetőkörre Böröndi vezetésével. Na hát, majd kíváncsi leszek rá, hogy a BMW-vel Bagi hova tud feljönni a 9. helyről megint. Egy jó rajta megint odaérhet a 3-4-5. Helyre. Akár. Másik BMW a mezőnyben. 5. pozícióban van. Ez nagyon hátul. Na kíváncsi leszek, hogy Böröndi mire lesz képes a Volvo-val innen az elejéről. Lassan körbe is érnek a srácok a pályán. Jött a második 10-körös futam. Elé már fölállt. Meg kell várni, hogy a vége felálljon a rajtrácsnak. Induljon a második futam. Nézzük, hogy ki hogy rajtol. Böröndi beragad, úgy de beragad Böröndi. Ma Ender Martin nagyon jó kaptán rajtot, jön kívülről. Tudom mondani belülről. És az első kanyar után elsőként is fog Ender fordulni. A szép rajt volt. 7. helyig jött fel a BMW-vel Bagi. Akkor a sorrend így a rajt után Ender vezet, Böröndi a második, Szalavics, Halász 3-4, 5. Stafinski, 6. Nagy, 7. Bagi, 8. Molnár, 9. Fáji, 10. Gebei. Fáji tudott két pozíciót javítani rajthelyéhez képest. Úgy néz ki, hogy Ender Marki is fog tudni lépni a többiektől. Az
Szalavics űzi Böröndit a második helyért. Kicsit most meglépett Böröndi, de jön mögöttük Halász, és úgy néz ki, hogy Halász egyet biztos, hogy fog tudni előzni. Följön a harmadik helyre. Közben a hetedik, nyolcadik hely, a hatodik, hetedik helyen is nagy csata Molnár és Nagy között. Meg is előzi Nagy Tamást. Nagyon végén is, hogyha nem fékez. Ó, valaki, majdnem. Ó, valaki nagyon meglökött, vagy csak elfékezte Bagi magát. Összejött egy kisebb tömeg, Nagy, Fáji, Bagi, Gebei és Pincés, és mögöttük egy Csordás is érkezik szépen lassan. Ez a 9-8-9-11. hely. Megelőzi Bagit Fáji Andris. Megy már Fáji Nagy után. Halász itt addig-addig szórakozik Böröndivel, játszik Böröndivel, hogy szépen összeszedi maga mögött a mezőnyt, és jön mindenki utánuk, érkezik meg. Böröndinek széles, és Halász, hogyha kívülről ezt meg tudja most már csinálni, tehát lesz most Halász, és kívülről megelőzi Böröndit. Bizonyám. Följön a második helyre. Böröndi még ott van, de... Halász húzódik befelé védeni a belső ívet. Hiba helyet hagy. És így Böröndi... még nem. Nem tudja visszaelőzni. 4,1 másodperc Endernek közben már az előnye. Fáji már a hetedik. Tafinski meg őzi Szalavicsot. És közben kapcsoljunk a 13. helyre, ugyanis Nemes Zsolt itt szépen csendben 5 pozíciót javítva már Bagi. Bagit próbálja ostromolni, aki visszaesett. Kennál még nem volt esélye, de talán a hátsó szektorba meg tudja fogni. Megint elmegy a keresztbe a BMW. Látványos, csak nem túl gyors. Közben Szőke is lögdösi Nemest. Hát itt a srácok egymásra találtak. Molnár, Stafinski, Fáji, Nagy, Pincés. Ó, és Stafinski belehibázzik! 5. helyen van Fáji, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, Istenem! 3-an egymás mellett ki fog tudni befordulni? Hogyha Gebei jött, hogy előzött kettőt Gebei, és beteszi Fáji mellé. Áj, ez nem volt szép. Fáji meglökte egy kicsit Gebei kigyorsításon.
Hát hát akkor nézzük ezt a kvartettet itt Molnár vezetésével. Hetedik Molnár, 8. Stafinski, 9. Pincé és 10. Csordás, 11. Nagy. Ó, Nagy kilöki Csordást, aki így föltartja Pincés és elmegy mellette Bagi is. Megoldották csapaton belül a srácok, hogy sehogy se legyen jó. Ugye maród egy letudódba, mert a kettes menet. Közben nem ez szépen... Alkan, ó, megöl meglöki Pincést, és navít még egy pozíciót. Ez se volt szép manőver. Nézzünk hátrébb, igazából a 15. helyen bezárulan. A Bagi megint hátra esett, hibázott. Most ott van nagyon Pincéstök a szélárnyékába. Akarom mondani, nem estek a szélárnyékába a BMW-vel. És nem tudja megelőzni, jobb a kigyorsítás az első kerékkel valamiért. Viszont Szőke ott van Bagi mellett, és itt megpróbálja megelőzni. Hát az elébe a helyzet változatlan, Szalavics Böröndi tűzi, nem tudja megelőzni, Gebei a 4., 5. akarom mondani. Ender egy egész 6,5-es előnnyel vezet. Böröndi unatkozhatott elől. Weimar Molnár próbálja átlépni. Nem tudja megelőzni Bagi. Még gyorsabb lenne tőle, szemre. Ott a 10-11. Helyen Pincés és Csordás egymásra talált újra. És megint egymás mellett vannak. Jobb a kigyorsítás az Alfával. Meg is lép most Pincés Csordástól. Bagi megint ott van a 13. helyen Nemes mögött. Közben már Fáji feljött a 6. helyre, megelőzte Molnárt. És között, az 5. helyen, 4.-5. helyen volt egy Gebei Szalavics csere. Nagyon simán ment el Szalavics mellett Gebei, úgyhogy csapattársak. Hát Ender zavartalanul vezet Halász előtt. Ő sem nagyon tudja Böröndi lekövetni. 3. helyen. De Gebei ott van mögötte, ő viszont pont úgy, hogy Szalavics, ő sem nagyon
boldogul, pedig gyorsabb tőle. Közben Fáji a hatodik helyen érkezik meg Szalavicsra. Szalavics el is fékezi itt a célegyenes végét. Még jobban ráesik Fáji Andris. Ott közben előttük, a második, harmadik helye, harmadik, negyedik helyen akarom mondani, Gebény nagyon utolérte már Böröndit. És Fáji kanyarok múlva megelőzheti Szalavicsot, mert sokkal gyorsabb tőle. És még most nincsen meg. Majd itt a hátsó szektornak a végén talán meg tudja előzni. Tudják, hogy ott maradjon a szélárnyékába. Hát itt nem sikerült, tehát jön a célegyenes, így van kedves Imre, hát ha. Na most ott van már nagyon a szélárnyékban, de miért húzódik ki a szélárnyékból? Értem. Ajj! Szép eddig! Most sincs meg. Hetedik körben, sőt, a nyolcadik körben járunk. Megelőzte Szafáji, szépen csinálta. Szalavics nem fog tudni, Szalavics! Ajja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 j
Böröndivel Gebe is sem boldogul. Ön beragad mögé. Kicsit most meg is lép Böröndi. Nyolcadik pozícióban Pincés előzi éppen Stafinskit. Elég simán, hogy lecsúsz a Stafinski a célegyenes ráfordító ívéről. Mehet Fáj után már Pincés. Még egyszer, kedves Imre. Géza, és Gebei följött a második hely, akarom mondani a harmadik helyre. Szépen megelőzte, ahogy hallom információból, külső évről. Böröndit, Gebei. Igazából az a sorrendet annyira nem fog változtatni, hogy négy fél előtte halász. És legalább dobogó.
Viszont Fáj nagyon érkezik meg itt a ötödik helyen, Böröndire. Így van, kedves Imre, 100 kilóban is meg lehet csinálni, ezzel egyetértek. Pincés is űzi Szalavicsot, de nem sikerül neki egyelőre. ...8,3 másodperc az előnye lassan Endernek. Egy kör van hátra. Hát így viszont már csak egy kör van, nem hiszem, hogy utoléri Fáji Böröndit. 7 másodperc hátránya. Akarom mondani egy, bocsánat. Most még odaérhet, 4/10. Nem ér oda Fáj, nem tud odaérni. Most! Túl rövid volt. Akkor nézzük meg a befutót, mert Ender Martin egy szép versenyzéssel nyugodt körülmények között simán megnyeri a második futamot. Fordulra a célegyenesre. És simán nyer. Jön a második helye a Halász Gábor. Őnek is volt egy túl bonyolult futam az első pár körre számítva. A harmadik helyen Gebei. Negyedik Böröndi, ötödik Fáji. Hatodik Pincés. Hetedik Stafinski. 8. Nagy, 7. Nagy és 8. Stafinski, 9. Molnár, 7. Nemes, 11. Bagi, 12. Szalavics, 13. Zsédej, 14. Szőke, 15. Csordás, 16. Vas, 17. Fáj Andris, Antal akarom mondani, 18. Vas István, és ennyien fejezték be a futamot. Egy pillanat. Egy pár perc szünet, összeszedjük a srácokat, és még az interjúkkal visszajövünk. Maradjatok még addig velünk. This isn't music. This is the scream of science.
beszélgetünk egy villáminterjúval. Na, hát akkor kezdjük szépen sorba. Andris, a panaszkodó király. Nem megy, nem megy, nem megy, csak összejött a végére egy második hely. Második hely. Az első futamon. Nyertél? Sziasztok! Hát igen, panaszkodtam az elején, hogy nem megy, így is volt, annyira nem is ment. Operatőr kollégámtól egyébként kaptam egy-két jó tanácsot, ami segített is elég sokat. Ezért a fizetséget majd a bankszámlaszámját le fogja írni, és oda kell majd utalni a lóvét. Ajaj, sokba fog ez nekem fájni lehet. Igen! Szóval időmérőt egyébként meglepetésre, ugye megnyertem, mert Pincé és Ádámnak vágott volt a köre, így pole pozícióból tudtam indulni, az első futamot benéztem, mármint a rajtot, mert annyira figyeltem Bagi Norbira BMW-vel, hogy Roland ezt ki tudta használni, elment, és hát egyenesben 85 kilóval gyakorlatilag lehetetlen volt utána menni, az volt a cél, hogy a második hely meglegyen, ez összejött, a második futamon meg még kisebb csetepati után végül is sikerült elszabadulnom a mezőnytől, és az ötödik helyet megszerezni. Még papamat szitbőröndi Gézát próbáltam levadászni, de már esélytelen volt. Ha még egy kör van, akkor talán megvan. De azt hiszem jókat csatáztam, meg jó volt a verseny. Alex-tól, Monár Alex-tól pedig szeretnék elnézést kérni, volt egy incidensünk ott, mikor Stafinskival összementem és meglöktem. Ha megúv, akkor vállalom a büntetést, és gratulálok mindenkinek. Én is gratulálok neked. Szépen akkor kronológiai sorrendben, Ender úr is itt van köztünk elvileg. Igen, Ender vagyok. Martin. Hellóka, a második futam nagyon sima volt. Nem nagyon kérdeztél azzal a 8,7-tel futottál be a végére? Nem olyan körül, 8,5-8,7, most pontosan tudom. Igen, igen, valami olyasmi. Ezt gratulálunk, az első futamon mi történt veled, mert a hotlapon is eléggé elő voltál, végső jött össze az időmérő. Q2. Mi történt ott a Q2-ben inkább? Azt mondjad. Azt áruld el nekünk. Az igazából semmi, csak nem volt egy tiszta köröm. Valahol mindig sikerült belehibáznom, úgyhogy így lettem ötödik. Az első futamon ott meg rajtam az jól sikerült, csak első kanyarban nagyon fértünk el, úgyhogy egy negyedik voltam. Utána az egy hátsó egyenesben volt egy hibám, hogy előzni akartam, csak szűk volt a hely, ott kiestem, és hát ott az szűk köztünk, akkor onnan estem vissza tizedikre. A tizedik helyen meg a Jocóval csatáztunk kb. Egész verseny során, úgyhogy végére sikerült megelőzni. Szép futamod volt a második meg pláne, gratulálunk a győzelemhez. És itt van velünk még Gabesz is. Ja, Gabi! Hello, sziasztok! Na mesélj nekünk erről a verseny hétvégéről, hogy milyen volt. Számomra jó volt, mondjuk az időmérőt én is elrontottam, mert ugye az ötödik, hatodik hely környékére be tudtam volna hozni, de az utolsó szektort mindig elrontottam. Aztán az első futamnál ott Menszelnél volt egy kis galiba, ugye már elég jól együtt volt a társulat, akkor egy picit meglöktek, kicsúsztam, akkor ott utol kellett érnem még a bolyt, elég nehéz volt előzni, megpróbáltam tisztán előzni, a végén azt hiszem Jocóval, Szalavicsal ütköztünk ki, sőt visszaengedtem, így sikerült azért a 14. helyre bejönnöm. Aztán a második futamon a rajtnál meglepődtem, mert ugye elindultunk, arra számoltam, hogy majd Bagi belő hátulról, de a Seat nagyon gyorsan rajtolt, úgy le is maradtam, mert próbáltam helyet hagyni, és akkor az volt a lényege az egésznek, hogy szépen mentünk, és amikor már láttam, hogy nem tudom azt a tempót megautózni, amit ő, mert olyan egy tizedekkel minden körben jobb volt, mint én, akkor megpróbáltam elszakadni a mögöttem lévőktől, és olyan kényelmes tempó van, hogy a gumim ne fogjon el, de azért a második helyen meglegyen, hát sikerült, úgyhogy ez így jött össze. Gratulálunk azért ahhoz a második helyen, szép futam volt. Van nekünk még itt egy Molnár Alexunk. Szia Alex, itt vagy? Sziasztok, itt vagyok. Ó, de jó, halk vagy. Bocsánat. Na, most már jobb lesz. Engem igazából veled kapcsolatban csak egy dolog izgatna, ott az a Munezzal való összeakadásotok, az ott, hogy reagáltad le idegrendszerügyileg? Hát így visszagondolva, így tényleg így, én hibám volt inkább, nem a Munyezét, tehát elnézem a Munyeznek és nem fogom megúvni, inkább... Adja király csávó vagy te, én megúvnám, én amilyen geci vagyok, megúvnám simán. Most, hogy így mondod.
Nem, ott tényleg ott én voltam a hibás, mert egész futam alatt szenvedtem, mert áltoztattunk a kocsin, aztán a féket nem úgy sikerült beállítani, tehát többször is megfordult, és olyan, mint hogy kirántották volna alólam az utat. Aztán ennyi volt követett, mindkét futamon szenvedtem, csodálkozok is ezen a harmadik helyen, úgyhogy inkább örülök neki. A győzteseknek pedig gratulálnék, és azoknak is, akik dobogón végeztek, majd következő futam Monzába, hát hogyha jobb lesz. Ez a helyes hozzáállás, tapsolt, ez megkapja a Fair Play díjat. Gratulálunk neked is a harmadik helyezés, még itt van velünk Gebei Roland, hogyha jól tudom. Igen, itt vagyok, sziasztok. Olyan, hello Roli, hello. Na te is mesélj egy pár mondatban erről a időmérő két futam kombóról. Hát az időmérő az jól sikerült. Bocsánat. Harmadik lettem, ugye? Igen, az jó volt az időmérő, az tény. Próbáltam még egy utolsó kört futni, de 2 másodperccel kifutottam az időkorlátból, úgyhogy azt már nem sikerült összerakni. Ugye átjött a büntetés, úgyhogy feljöttem egy helyen előrébb. Ugye segített sokat, mert így ugye a belső ívről rajtoltam. Vezetünk, bocs! Tehát amúgy ezt meg is tudtam előzni egyből, és onnantól kezdve az első futam az sima volt. Egyszer-kétszer hibáztam, és akkor András közelebb került hozzám, de igazság szerint csak próbáltam azt a 2 másodperces előnyömet megtartani. Szép futamod voltam, ugye, és az időmérőhöz is pluszba gratulálunk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, srácok, 2 hét múlva Monzába újra találkozunk remélhetőleg, és ugyanilyen jó futam lesz. És Munez, neked különösen gratulálnék, mert egyre kevesebb a lögdösődés a ligába. Köszönjük szépen. Csak ezt zárójelbe jegyzem meg. Köszönjük, reméljük, hogy azért kívülről is olyan jó volt a futam, mint belülről. Nagyon jó volt a futam, nagyon jó volt a futam, tényleg jó volt mind a kettő. Nem volt vele probléma, volt egy-két érdekes manőver még mindig, de már határozottan fejlődött a dolog. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, 2 hét múlva Monza Round 5. futam, hogyha jól tudom, ugye? Igen, ötödik, igen. 5. futam, Bencsik Imre operatőr kollégának köszönjük a képet és a hangot, Muneznak, hogy a lehetőséget, hogy itt lehettünk, mindenkinek további kellemes szép éjszakát kívánok, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!